Ábrahámhegyen vagyunk, ami egy nagyon pici település a Balaton északi partján, Badacsony és Révfülöp között. A falu nagyon csendes, és mindössze 550 állandó lakosa van. Nyaranta viszont sokkal többen vannak itt, mert nagyon sok embernek van itt nyaralója. Viszont néhány hete a helyiek szinte sokkot kaptak, mikor így pletykákból arról értesültek, hogy a Folli Arborétum és Borászat egy palackozó üzemet akar ideépíteni Ábrahámhegyre. Az önkormányzat néhány napja, július 10-én tartott egy lakossági fórumot, és ott a helyieket már kész tényekkel szembesítették, megmutatták nekik a terveket, amik februárban elkészültek, és a terveken az látszik, hogy a Folli Arborétum két darab 6 méter magas épületet tervez ide építeni. Az egyik lenne egy palackozó, a másik pedig egy raktár. A Folli telke, ahova ezt a palackozót tervezik építeni, ez Ábrahámhegy egyik szélén van, egy nagyjából háromszög alakú terület, az egyik oldalán családi házak és nyaralóépületek vannak, a másik oldalán van a 71-es főút, a vasútvonal, azon túl üdülők, és aztán a Balaton. A tó az mindössze 200-300 méterre van innen ettől a tervezett beruházástól, úgyhogy a helyiek emiatt se értik, hogy ez egyáltalán hogy merülhetett fel, hogy ide épül. Véletlen tudtam meg, hogy itt palackozó üzem készül, sok hatásként ért. Soha nem volt arról szó, hogy itt egy ipari üzem megvalósulhatna. Látható mögöttem, hogy tulajdonképpen az elmúlt sok-sok évben, 50-100 évben itt csak zöld növényzet volt. Ennek a megbontása egy ipari létesítménnyel, azt gondolom, hogy nem csak az oték mondja ki, hanem azt gondolom, bárki, aki józan parasztésszel gondolkozik, itt üzemnek nincs helye. Itt a Honvéd utcában épülne meg ez a beruházás, ahol most mi itt sétálunk. Ez jelenleg egy keskeny, egysávos, szűk kis betonút, amin két személyautó sem fér el egymás mellett. Az üzem miatt biztos, hogy kamionforgalom lenne, teherautóforgalom, ami miatt viszont ki kéne szélesíteni. Úgyhogy a helyiek tartanak attól, hogy a forgalom megnövekedne az üzem miatt, nagy zajjal járna, már csak azért is, mert a palackozót 14 fokosra kellene hűteni, amihez meg ugye óriási teljesítményű gépészet kell. Fölvettük a településen a több nyaraló tulajdonossal és ingatlan tulajdonossal a kapcsolatot, mi a véleményük mondják el, petíciót indítottunk, lakossági fórumot indítottunk, aminek a lezajlását végig kísértem, mert ott voltam, és sajnos nem olyan válaszokat kaptunk, ami meggyőzött volna engem arról személy szerint, hogy én itt tényleg biztonságban fogok lenni, vagy a nyaralósok biztonságban fognak lenni. Gondolok itt a zajártalomra, a környezeti hatások, amiket itt majd bennünket érnek, nem beszélve arról, hogy itt azért elég komoly zöld területet, ami jelenleg zöld terület, szeretnének megszüntetni. A Folli válasza szerint viszont ők a jogszabályokat betartva hangszigetelten működtetnék az üzemet, illetve a rakodó területeket a lakott részek felől eltakarnák, és így nem érné a lakosokat semmilyen zavaró zajhatás. Egyébként pedig hiába az elhelyezkedés, ez a telek maga, ahova a beruházást tervezik, ez a helyi építési szabályzat szerint réges-régen kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 30%-os beépíthetőséggel és 6 méteres épületmagassággal, tehát a Follinak minden joga megvan ahhoz, hogy létrehozza itt ezt a palackozót. Érdekesség viszont, hogy 3 éve a polgármester még arról beszélt, hogy ezt az erdőt, amit kialakult ezen a területen, ezt meg kell őrizni, és ezt a területet valahogy visszatenni ilyen lakóüdülő övezetté. Most viszont a lakosok úgy érzik, hogy most már a polgármester a beruházást támogatja. Amikor egy 250-500 fős lakosú faluba érkezik egy 800 négyzetméteres csarnok, azt elképzelhetetlennek tartom, hogy arról teljesen véletlenül szerzünk tudomást, a terveket, amit megkaptunk, februáriak. Most pedig július van. Tehát oké, hogy egy hete volt egy fórum, de ezt már februárban kellett volna, vagy azelőtt. Én azt gondolom, hogy ebbe a pici területbe belenyomni egy palackozót, ez teljesen irreális.
Megkeresésünkre Ábrahám hegy polgármestere azt közölte, hogy a beruházás tekintetében nem csak a helyi lakosok és a nyaralók érdekeit, hanem a beruházás esetleges munkahelyteremtő hatását is figyelembe kell venni. Vella Ferenc Zsolt azt mondta, hogy fontosnak tartja a társadalmi részvételt, jelenleg is vizsgálják a lakosok által benyújtott kérdéseket és kifogásokat, viszont ugyanennyire fontosnak tartja azt, hogy megteremtse az együttműködést a helyiek és a beruházók között. Hogy mi a további célja a település vezetőségének, a település szerkezetét, a település vonulmenét, hogy mi fog itt történni, erről semmilyen elképzelés nincs, és nem is tájékoztatnak bennünket. Tehát, hogy megmaradunk üdülőfalunak, mivel balatonparti településről beszélünk, vagy átalakulunk ipari területté. Na, ezt viszont nagyon nem kellene. És hogy az önkormányzat ebben nekünk, mi úgy érezzük, hogy nem partner.